Köszöntöm a Szentendre ma nézőit, hírmagazinunkban ma a következő témákkal várjuk Önöket. Ökoberuházás összefogással Szentendre 860 millió forintból gazdálkodhat. Eddig 172 lájkot kapott, a város polgármesterének honlapja január 25-én indult el. Holle anyu, új gyerekszínházi sorozat indul a Pest megyei könyvtárban. Ökoberuházás indul a térségben a csatorna hálózat fejlesztéséért. Az érintett településeken összesen 3,5 milliárd forintba kerülnek majd a munkálatok. Öt település, Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Tahitótfalu és Szentendre közösen nyerte el szennyvízhálózatának fejlesztési lehetőségét. A térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, ez az eredmény a kormány fejlesztési szándékait is tükrözi. Pócsmegyeren 1,2 milliárd forintból 22 kilométernyi csatornahálózat épül majd meg. Leányfalu 211, Tahitótfalu közel 363, Szigetmonostor 945 milliót költhet erre a célra. Szentendrén 678,8 millióból végezhetnek átalakításokat a Pismány városrészben. A projekt indítását 2011. októberében sajtótájékoztatón jelentették be az érintettek. Amivel eddig találkozhattak az emberek, hogy 2010 végén alakult meg a csatornázási társulat, ami a lakosságot képviseli. Nekik a feladatuk a lakossági önrésznek a beszedése, illetve a beszedések koordinálása, illetve hát a lakosságnak az érdekképviselete az egész beruházás folyamán. Majd 2011 tavaszán Pócsmegyer vette át az egész csatornázási beruházás vezetését, mert van ennek a beruházásnak egy önkormányzati része is, így Szentendre csak szereplőként vesz részt benne, de a városban megpróbálunk mindent megtenni, hogy itt is majd a legzökkenőmentesebben folyjon a beruházás. Annyit kell tudni a mostani helyzetről, hogy a lakossági befizetések 2011 végén kezdődtek, és háromféle módon mód részt venni a csatornázási beruházásban, egy összegben befizetni, részletben, illetve talán a lakosság számára legkedvezőbb az állami támogatással lévő lakástakarék pénztári befizetés. Igazából ezeknek a beszedése elkezdődött, de szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét a pontos és rendszeres fizetésre, főleg az állami támogatott lakástakarékpénztári befizetéseknél, ugyanis nagyon fontos, hogy az állami támogatás csak akkor jár, hogyha az lakossági önrész befizetésre került. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos közlemény, és a csatornázási társulat kéri is, mert különben az önkormányzat kénytelen lesz adók módjára behajtani, amit semmi, illetve gondolom a lakosság se szeretné. 600 telek fölötti létszámban lesz csatornázva a város területe. Erről azt kell tudni, hogy ez az utolsó állandó lakóövezet Szentendrén, ami még nincs csatornázva, gondolni kell. Itt elsősorban 90%-ban a beruházás a Pismányhegytől északra, tehát Leányfalu felé eső részét érinti. Van egy-két egyéb terület is, ahol valamilyen oknál fogva a korábbi csatornázásokból kimaradtak, de 90%-ban ezt érinti, és ez egy rendkívül fontos környezetvédelmi beruházás, ugyanis eddig ugye szippantóautókkal kellett elvinni, sok ilyen zárt rendszerű szennyvíztároló sajnos szivárog, ami környezetszennyezést okoz, ezt követően viszont ez a probléma megoldódik. Illetve hát amiért az egész elkezdődhet 85%-os uniós támogatással, az, hogy az Európai Unióval kötött szerződésünk alapján 2015 végéig a teljes magyarországi állandó lakóvezetekben meg kell oldani ezt a problémát. Ami még jó hír, hogy várhatóan a uniós kifizetések felgyorsítása okán megnyit újabb forrásokat is a kormány, és ez a 85% körüli támogatási arány akár fölmehet 95%-ra is, de ezt még nem akarom elkiabálni, ez csak erről most tárgyalások folynak jelenleg. A projektnek az előkészítő szakasza zárul le hamarosan,
ugyanis most kerül kiírásra egyrészt a lakossági kommunikációval kapcsolatos pályázat, a projektmenedzsment pályázat, illetve március végéig kerül kiírásra a kivitelezővel kapcsolatos pályázat. A műszaki ellenőri már lezárult, és várhatóan rövid időn belül eredményhirdetés is lesz. Na most való igaz, hogy körülbelül egy éves csúszásban van a projekt. Erről azonban azt kell elmondani, hogy összességében ez egész egy 3,5 milliárd forintos uniós támogatásra alapul, és ilyen összegeknél pedig már komoly minőségbiztosítási követelmények vannak, tehát már a közbeszerzési eljárások kiírása előtt, közben és után is nagyon komoly ellenőrzések vannak, és a különböző állami szervek késlekedtek a kiírások elbírálásával, ami, ha minden igaz, tényleg most már lezárul, és akkor az ütemterv szerint, ha márciusban kiírásra kerül a kivitelezői közbeszerzési pályázat, akkor utána nyár elején eredményhirdetés lehet, és optimális esetben év végén kezdődhet el a beruházás, de elképzelhető, hogy az átcsúszik 2014-re. A munkálatok megkezdése után körülbelül másfél-két évig tart majd az építkezés. A tervek szerint az érintett utcák is új aszfalt réteget kapnak majd a helyreállítás után. A projekttel kapcsolatban a szentendreiek a napokban levélben kapnak majd részletes tájékoztatást az önkormányzattól. Eddig 172 lájkot kapott. Szentendre polgármesterét január 25-e óta egy új csatornán, saját Facebook oldalán is elérhetik és jobban megismerhetik az érdeklődők. Családja főként gyermekei biztatására hozta létre honlapját dr. Dicz Ferenc. A város első embere úgy véli, számos okból lehet fontos a kapcsolattartásnak ez a módja is. Azt látom tényleg, hogy ez a korosztály, 13-17 éveseknek a mindennapjának a része. És úgy gondolom, hogyha egészségesen egy időbeosztásra használják, tehát nem csak rajta csüngenek, hanem arra, hogy a barátaikkal a kapcsolatot tartják ezúton is, persze személyességet ugye ez nem tudja kizárni, és információkat cserélnek, akkor ez nagyon hasznos. És abban bízom, hogy ezáltal, hogyha ide azt mondjuk, hogy új ritmus élve, új stílus, új kommunikáció, akkor ténylegesen nekünk is egy sokkal hatékonyabb kapcsolattartás szükséges, különösen a fiatalok számára ezt használják, bár nekem az ismeretség körömben 12 és 70 év között van, hogy ténylegesen használják. Szeretném egy kicsit az emberi oldalt is jobban megmutatni, egy kicsit kikacsintani, hogy ne csak ez a öltönyös, merev dolog legyen a hivatalos kérdezések, hanem bemutatni azokat, hogy mik a kedvenceim, kiáltások tekintetében, akik ismernek, tudják, hogy a okostelefon az mindig a zsebemben van és mindig használom. Tehát, hogy ezzel kapcsolatosan programokat, zenéket, borkultúrát esetleg bemutatni. Úgy gondolom, hogyha azáltal, hogy a Facebookra fölmennek csak 5-6 emberrel, több új arc jelenik meg a kiállításokon, vagy csak 10-15 emberrel többet tudunk ténylegesen tájékoztatni programokról, fejlesztésekről, akkor már megérte. Tehát az látszik most már a közel 150 kedvelőből, akik fölmentek, és a több ezerből, akik kezeljutottak az információ, hogy igenis van rá igény. Tehát próbálok persze fontos híreket is fölrakni szőken, mind az adósságkonszolidáció tárgyást, amikor megkezdtük, vagy Izrael nagykövet úr volt itt nálam tegnap, hogy azzal kapcsolatosan beszéltünk a 2014-es Zóbel kiáltásról, mondta, hogy maximális segítséget tud abban nyújtani, hogy magángyűjtőktől is Zóbel képeket szerezzünk, vagy akár izraeli múzeumokból. Tehát úgy gondolom, hogy rengeteg olyan fontos hír van, amit érdemes megosztani az emberekkel, és ez a leggyorsabb. Tehát számomra meglepő, hogy az újság két hetente jelenik meg, a honlapokon és a városi alaposan ernyő honlapként, a 1000 épuszon, meg az Irány Centerén folyamatosan rakunk föl híreket, amire érkezik válasz. De hogy itt fölrakok a Facebookra egy hírt, és azt írja, hogy 6 másodpercen belül már 15-en megnézték, tehát ennél gyorsabb tájékoztatás, úgy gondolom ténylegesen fontos dolgokról, szinte lehetetlen. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ezt a új kommunikációs csatornát, ezt mindenki nagy örömmel, kedvel fogja fogadni, és hát igyekszem rá időt szorítani. Nem könnyű napközben, de mindig van egy-két szünet, vagy ahol fontosnak tartott híret, akkor a telefonról föl lehet nyomni egy új információt. A polgármester a következő mondatokkal ajánlja honlapját a városlakók figyelmébe.
Azt gondolom, sokkal közvetlenebb kapcsolatot tarthatok itt önökkel, veletek, hiszen ti vagytok az a közösség, amiért nap mint nap dolgozom munkatársaimmal együtt. Bízom bennetek a véleményetekben, kritikáitokban, és szükségem is van ezekre, hiszen csak a lakosság véleménye mentén tudunk közösen haladni a kitűzött célok felé. Klasszikus mesék színpadi változatával várják a családokat februártól Szentendrén. A Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház zenés előadásainak a Pest megyei könyvtár ad otthont. Holle anyó, a négy évszak, Hófehérke és a hét törpe, Óz a csodák csodája. Négy zenés mesejáték is szórakoztatja majd a kicsiket a következő hetekben. A Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színházzal közösen egy kísérletre hívunk mindenkit. Minden hónapban egy-egy klasszikus mesét állítunk majd színpadra, zenés mesejátékot, gyönyörű díszletekkel, impozáns jelmezekkel, és hát azt szeretnénk, hogyha a közönség visszajelzései igazolnák ezt a kísérletet, és minél többen jelentkeznének, mert ha ez így történne, akkor akár több előadás erejéig is jönnének, és a jövő fél évben akár bérletet is hirdetnének itt Szentendrén. A gyerekek azok nagyon pontosan visszajelző nézők. Ha unatkoznak, akkor mocorognak, akkor beszélgetnek, akkor szaladgálnak, hogyha izgalmas és érdekes dolgot látnak a színpadon, akkor pedig tátott szájjal és csöndben figyelik az eseményeket, adott esetben együtt énekelnek, vagy izgulnak a szereplőkkel, a főszereplőkért, a kedvencekért. Biztos mindannyiunknak megvan az élmény, hogy jaj, vigyázz, jön a boszorkány, oda néz, és valóságosan az előadások szereplőivé válnak. Nos, hát ehhez mindenféleképpen hiteles alakításokra van szükség, és ez egy komoly művészi feladat. Tehát a legnagyobb művészek nyilatkozzák le évtizedről évtizedre, hogy mennyire fontosnak tartják a gyermekközönség előtt való játszást, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ezekből a gyerekekből lesz majd a későbbi felnőtt színház fogyasztó. Ezeken az élményeken múlik javarészt, hogy ő majd színházba járó ember lesz-e, avagy sem. Ezek mind-mind zenés produkciók, énekelnek benne, táncolnak a színészek, többnyire végzett színészeket látnak majd a gyerekek a színpadon, és hát tényleg csak a saját tapasztalataimat tudom mondani, hogy izgalmas előadásokra számíthat mindenki, és biztos vagyok benne, hogy maradandó is lesz. Az első bemutatón Holle anyó történetével találkozhatnak a gyerekek. Az egyrészes kalandjátékot február 19-én mutatja be a Magyar Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Színház társulata. A Szentendre ma adását látták, friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!